Szervusztok! Kövédi Zsandás vagyok, az Árképnek az egyik tulajdonosa és ügyvezetője. És egy pár szót szeretnék mondani az egyik projektünkre, az Embora. Az Árkép az egy mobilfejlesztő cég. Igazából elég régóta foglalkozom mobilfejlesztéssel, régen még szimbiános fejlesztőink is voltak. És jelenleg 25-en vagyunk, több projektünk van, az enyém ezek közül az, amelyik most jutott el oda, hogy a nagy közönségnek meg tudjuk mutatni, hogy így működik, és hát az Árkép az, mondjuk így, hogy az a cég, amikor ez egy ilyen spin-offként kerül most ki a világban. Igen, egy másikon. Kicsit pont megint ültik. De mi is ez az Angle? Ez egy olyan mobil alkalmazás, amiben élőben lehet streamálni. Másik telefonokon ezt meg is lehet nézni. Ami érdekes benne, hogy ezt a szerelményt, ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felhasználók azok mobilról streamálnak. Ebből következően, hogyha mobilról streamálnak, akkor ezek rövid kis életjelenetek lesznek, és ebben azért eltér a többi olyan megoldást, amiben streamálni lehet. Hát például a streamer azért leginkább a tartalom az webkamerákból jön, és leginkább a nézők azok PC-kkel nézik ezeket a tartalmakat, mert igaz, hogy a streamer is van mobil kliensen. Amire igazából gyúrunk, hogy minél több ilyen élő streamet szeretnénk, tehát olyan user generated content, ami live és jó. És ami technológiailag érdekes a rendszerünkben, hogy ez a broadcaster azért nem egy annyira egyszerű feladat, mint amilyenek elsőre tűnik, és sikerült megoldanunk azt, hogy ez egy GPU van az enkódolásunk mi oldalon, ami azért az erőforrásokat azt optimalizálja, és például lehetővé teszi azt, hogy az élő streamenken effektezés legyen bőven. Ezt eddig még nem nagyon láttam másnál, tehát ez egy elég jó dolog. Magát a broadcaster library-t egyébként álljuk is magában. Amit itt látok, ez az Angle-ból. Ez a kliens, két mobil alkalmazás, az két ilyen web applikáció is tartozik. Ez az egyik. Az Angle-ból az azt tudja, hogy egy webfelületet, amit kivetítünk egy eseményen, ahol sokan vannak, amit még ittak is, meg mindenféle dolgok történtek velük, akkor a régi SMS falhoz hasonlóan, hogyha bárki elkezdi élőben adni az Angle-ben, akkor ez megjelenik élőben ezen a falon. Erről meg kell kutatni egy videót is, ezt most pályatörök ilyen bulikba, és ott lehet látni, hogy ennek mondjuk milyen hatása van. Hát az a tapasztalat, hogy az emberek ezt szeretik, hogyha látják magukat nagyban, egy buliban, és szeretik, hogy jó érzik magukat, akkor ezt más is látja. Ugye azt látjuk, hogy ez egy elég jó irány arra, hogy elterjesszük ezt a dolgot. Igazából ezt az Angle volt, hogy bárki igyeníthat magának egyet, ha bemegy az Angle.tv-re, és letölti hozzá az appot, akkor ez így működik. Van egy másik ilyen web applikáció, ez a WebPlayer, az Angle WebPlayer. Ezt igazából egy news portáloknak vagy blogoknak csináltuk. Annyit tud, hogy ugyanúgy egy ilyen kódot, ilyen bárki csinált az Angle.tv magának, be tudja rakni a web felületére, és két irány van. Vagy egy földrajzi helyet ad meg, ahonnan a streamek megjelennek a playerbe, és aki arra jár, ez kap természetesen egy notification-t valamelyikből a telefonjára, hogy most tudsz adni a 444-re, nem tudom, egy cikkhez. Vagy pedig usereket lehet hozzáadni, akik a streamelnek, akkor megjelenik itt. Tehát itt a tartalmak mellé lehet élő streameket rakni a webfelületeken. Ezen keresztül is reméljük, hogy viszonylag nagy számban fog ezt tudni elterjedni. És hát ennyit akartam erről mondani, még mindig is próbálok indítani egy streamet, csak akkor rákozom. Keresünk fejlesztőket és csapattagokat az Angle-ben, a piacra jutáshoz és a továbbfejlesztéshez. Köszönöm szépen! Hát én is itt leszek, és hogyha bárkinek kérdése van, vagy mostan kérdése, akkor ezt szívesen látom.
válaszolni. Igen? A Facebook fiót nélkül elhasználni, mert próbáltam, de nem ment. Igen, nagy jó kérdés. Jelenleg Facebook fiót nélkül nem lehet használni az alkalmazást. Ezért most jelenleg valószínű szükségünk van, de elképzelhető, hogy ezt fel fogjuk vinni. Több alkalmazásunk is volt az utóbbi időben, ahol belefutottunk ebbe a kérdéskörbe. Például volt egy Parfum ajánló alkalmazásunk, amelyet most 30 ezer üzemben nemzetközileg. Ott ez egy elég komoly korlát volt, tehát ott azt látjuk, hogy a felhasználóknak azért 70-60-70%-a is lekoccol a Facebooktól. Itt az Angry-nél most az jelenleg úgy tűnik, hogy a 20% körül van, aki valamiért lekoccol, amikor eljut a Facebookhoz. Igen? Igen, igen. Az iOS-en egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, mert valamennyivel kevesebb készülék van, mint Android-ból. Azért ugye itt a gépünk senkodem miatt belefutottunk abba az Android-ben, hogy elég rögzek a készülékek, és hát nem feltétlenül teljesítik azokat a standardeket, amiket mondjuk jelen nekik. Tehát mondjuk egy példát mondjuk a Galaxy S2 is mondjuk 5-féle chipsettel kerül gyártásra, és ezek között van három, amelyikben bár azt mondja magáról tesztnél, hogy van benne kóder, de valójában nincsen. Úgyhogy itt egy ilyen mozgott harc folyik, és készülékről készülékre kell az Androidon megcsinálnunk azt, hogy a broadcaster működjön. Végül is azt a döntést hoztuk, hogy kirakjuk az alkalmazást így is a Google Play-be. Van a telefonok, amiken tud le broadcaster, meg többé viszont a tartalmat lehet fogyasztani. Esetleg, ha valami kérdésre szívesen megválaszolom, hanem akkor köszönöm szépen.